In più vi aggiungo che i quadri che vedete di Brigitte Wiegecke, grazie a un suo parente, Judith Goetzel, possono essere acquistati. Vi ricordo che la pittrice è nata nel 1911, quindi è ancora in vita, ha 105 anni, ha venduto pochissimi quadri. Abbiamo deciso, i quadri possono essere acquistati, hanno un prezzo, e abbiamo deciso che con gli introiti di questi acquisti noi raccoglieremo e elaboreremo tutta la sua carriera di questa artista, di questa pittrice. Aggiungo ancora che alcuni suoi quadri si trovano all'abbazia di Tichogne, per la sua grande fedeltà a questa abbazia che si trova nel lago Balaton, e noi abbiamo quasi il resto, quindi tutta la sua carriera completa. Majd ezt követően szeretettel megkívánok Önöket, tessék meg velünk együtt az anyacégünknek nemrégiben készült filmét, aminek van párhuzama a mi múzeumunk megnyitásával, amelynek a felavatása gyereken egy hónappal ezelőtt történt. És ezzel összefüggésben az anyacégünk megtisztelt azzal, hogy készített olasz nyelven egy kis filmet, ahol nyelven is hozzáférhető, de tekintettel, hogy az olasz fesztiválon vagyunk, olaszul fogjuk megtekinteni. A 20. századi divat történetéről, a Luisa Spagnoli cég történetén és szemszögén keresztül. Dopo vi proietteremo un filmato che abbiamo avuto dalla casa madre, dall'azienda Luisa Spagnoli, dopo un mese dall'apertura del nostro piccolo museo dedicato all'azienda. Ci hanno voluto preparare un breve filmato che racconta la storia di tutta la moda del XX secolo attraverso gli occhi e dai punti di vista dell'azienda Luisa Spagnoli. Együtt megköszönném, hogy meglátogatta az eseményünket, és részt vesz a filmnek a magyarországi bemutatásában is, illetőleg a kiállításában. E ora darei la parola a Sua Eccellenza l'Ambasciatore e la ringrazio di aver accettato il nostro invito e sarò lieto di farle vedere la prima assoluta di questo filmato qui in Ungheria. Grazie a tutti per essere venuti qui stasera a celebrare con noi un marchio molto importante dell'industria, ma anche della cultura italiana. Sok szeretettel köszöntöm Önöket ma este, köszönöm, hogy eljöttek. Azért vagyunk itt, hogy ünnepeljünk egy nagyon híres olasz márkát, de nem csak kereskedelmi szempontból, hanem kulturális értékű márkát is. La nostra ospite mi perdonerà se dedico due minuti al ricordo di Luisa Spagnoli in maniera un po' più approfondita, perché credo che la sua storia sia una storia del XX secolo che vale la pena di essere raccontata. Remélem, hogy házigazdám elnézi majd nekem, hogyha két percen igyekszem röviden, de mégiscsak megemlékezni Luisa Spagnoli életéről, mert azt hiszem, hogy a 20. század egyik kiemelkedő nője volt. Luisa Spagnoli nacque nel 1877, quindi era una figlia del XIX secolo addirittura, e quindi nacque in un contesto storico nel quale era destinata a diventare una brava madre di famiglia. Luisa Spagnoli 1877-ben születik, minden szempontból egy másik korban, a 19. század végén, akkor úgy nézett ki, hogy az ő hivatása nem lesz más, mint hogy jó anya legyen. Certamente l'ambiente familiare nel quale crebbe le consentì di compiere la piccola rivoluzione che lei fece, ma sono le donne come Luisa Spagnoli che hanno cambiato la struttura della società italiana. Természetesen olyan családban nőtt fel, amelynek köszönhetően megtette a maga kis forradalmát, és olyan nők, mint ő, változtatták meg gyökereiben az olasz társadalmat. Fu un'imprenditrice, e questo per l'epoca è già un evento abbastanza eccezionale, perlomeno nel nostro paese, dalla struttura assai tradizionale all'epoca. Ő egy vállalkozó nő volt, ami mindenképpen unikum volt, legalábbis a mi nagyon is hagyományőrző olasz társadalmunkban. Fu anche una donna moderna, nel senso più contemporaneo del termine, perché pensò al futuro delle donne nella società.
e creò un impero, che per l'epoca fu un impero, che era basato sì sulla creatività, sul suo senso estetico, ma anche sulla sua capacità manageriale, che è una dote nel suo caso abbastanza innata. Luisa Spagnoli, amiben megtudta gyökeresen változtatni a társadalmat, egy vállalkozó volt, ez már önmagában egy unikum volt, de ezen felül modern nő is volt, mert a legkortársabb értelemben azon gondolkodott, hogy a nők a jövőben milyen szerepet fognak betölteni a társadalomban. És ezt természetesen egy későbbi birodalmon keresztül ért el, amelyet ő épített föl, amelyben nem csak a kreativitás és nem csak az esztétika kapott szerepet, hanem az ő menedzseri képességei is. Fu innovativa, inventò un nuovo tessuto. Prima parlavo dell'angora, non so quanta familiarità abbiate con l'angora, ma l'angora è una lana che si tesse con il pelo dei conigli e che quindi è particolarmente soffice ed è diventato un prodotto di alta gamma, grazie anche alla capacità intuitiva, all'invenzione della signora Spagnoli. Nagy újító is volt, a nevéhez fűződik az angora szál használata, amelyet ugye az angora nyúlból nyernek, amely neki köszönhetően lett egy magas kvalitású termék alapanyag. E poi subito dopo la guerra fu tra le promotrici del prêt-à-porter, che era una cosa che non esisteva. Le donne compravano i tessuti e se li facevano confezionare, oppure potevano andare dai sarti dell'alta moda, ma la disponibilità di modelli allo stesso tempo molto diciamo di moda, l'ultimo grido, nello stesso tempo di grande qualità, ma anche alla portata di tutti, quindi la democratizzazione della moda si deve a personaggi come Luisa Spagnoli. Elősegítője és előfutára volt, amit ma úgy ismerünk, hogy prêt-à-porter, tehát azzal ellentétben, amit a magas minőségű ruházati ipar nyújtott, hogy el lehetett menni szabóhoz megvaradni, vagy pedig konfekcióban saját méretre elkészíteni, egy úgymond mindenki számára elérhető, ugyanakkor magas minőségű divatot biztosított, ő egyik előfutára volt sok mással. Allora la scelta dell'ICE che ha concepito questo programma del Festival Italiano di includere anche questa tappa insieme a Luisa Spagnoli deriva proprio dal fatto che Luisa Spagnoli, il marchio Luisa Spagnoli è esemplificativo di quelle qualità che fanno dell'industria italiana di successo una storia che è piacevole raccontare e seguire, perché è una storia di imprenditorialità, è una storia di managerialità, è una storia di innovazione industriale, ma anche una storia di creatività, è anche una storia di senso estetico, è anche una storia d'arte, e non è un caso che oggi in questo negozio noi vediamo anche un'esposizione d'arte. Én azt hiszem, hogy kiváló gondolat volt az ICE igazgatójától, hogy az Italian Festival keretében ezt a programot is beiktatta, ugyanis amikor ilyen cégekről beszélünk és ilyen márkákról beszélünk, ez mindannak az alapja, amit az olasz divatról és általában iparról gondolunk a világban, melyet szívesen mesélünk el, amiben benne van kreativitás, benne van esztétika, benne van vállalkozói szellem, de benne van a művészet is, és itt nem véletlenül kapcsolódik össze a kettő szó szerint is. Allora, grazie ai colleghi collaboratori, ma grazie e promotori, ma grazie anche alla nostra stupenda ospite di oggi per questa opportunità e auguri per il successo futuro sempre dell'impresa Luisa Spagnoli, che ormai è la quarta generazione, se non sbaglio. Esatto, sì, e il quinto sta crescendo. Quindi viva le prossime generazioni. Sì, esatto. Megköszönöm igazgató úrnak, és megköszönöm minden munkatársának a szervezést, és köszönöm természetesen házigazdánknak is, és ünnepeljük együtt akkor Luisa Spagnoli céget, már ötödik generáció lassan óta működik ez.